Landry, Texas, ma. Brockhurst vegyi művek. Na dobd már! Rajta! Felmászom, segíts! Jó! Tartsd a kezed! Jó! Fent vagy már? Igen! Ki tud még róla? Csak én és Dr. Shaw. Hogy a fenébe jött rá a doktor, megmondaná? Elmondtam már. Rosszul lett az a két munkás, akik ott dolgoztak. Most mit csináljunk? Hívja fel Shaw-t. Velem jön Los Angelesbe. Fél óra múlva indul a gépünk. Mi legyen a teleppel? Azonnal zárják le. Majd Mr. Brockhurst később eldönti, mi legyen vele. Fent vagy már? Várj, mindjárt. Na jó, kezdhetjük? Ne haragudj. Lemegyek érte. Nem állsz le a bal gödörbe. Ne magyarázz! Hozd a kötelet! Jeffrey, piszkos leszel, és a mama elver. Ugyan? Így jó lesz. Vigyázz, óvatosan. Tartom. Megtaláltad? Igen. Nem érem el a kötelet. Nem tud ráébereszteni. Nem lehet, csak ennyi van. Akkor szólj valakinek! Jó, szólok! Ne menj el addig! Jaj, de jó vicc! Tessék várni! A testvérem lemászott a gödörbe és nem tud feljönni! Segítenének neki? Ott van. Ide innen ezt a gyereket, Morgan! Na gyere! De nem láttad Jeffrey a táblát, ide nem szabad bejönni! Majd segítünk Jeffreynek! Kik ezek? A fiúk szülei. Beszéljen velük. Dr. Shaw! Dr. Shaw! Hol van Jeffrey? Dr. Shaw, mi van a fiammal? Doktor... Mondja már meg, mi van vele? Nagyon súlyos. Beszéljen. Nagyon sajnálom, de én már nem tehettem semmit. Beleesett a gödörbe és kitörte a nyakát, de nem szemben. Nem! Nem! Jeffrey! Nem esett bele a gödörbe! Kötélen mászott le, én láttam! Semmi baja nem volt még akkor! Jeffrey! Jeffrey! Ne vigyék el! Deb! Jeffrey! Jeffrey! Látnom kell! Ne vigyék el! Jeffrey! Santa Monica, California. Los Angeles, Kalifornia. Hol vagy most, Mike? Itt vagyok a szobában, hallgatlak, Doug. Rendben.
bemutatjuk az Utolsó dal című filmet. Rász, ne haragudj, de alig hallom a lányokat. Nem tudnál egy kicsit feljebb hozni? Várj, már is. A főszerepben Linda Carter, magyar hangja Tóth Éva, Ronnie Cox, Balázsovics Lajos. További magyar hangok. Emőt György, Jakab Csaba, Légrárdi Gergő, Petrik Péter, Sebestyén András, Somlai Edina, Vándorfi László, Bencel Vera. Magyar szöveg Soproni Klára, hangmérnök Bétin Viktor, rendezőasszisztens Kasperlik László, vágó Kern Mária, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Somló Andrea. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Zenéjét szerezte Johnny Harris. Fényképezte Robert Hoffman. Írta Michael Burke és Douglas Schwartz. Rendezte Ellen Levy. Ne idegesítsd a mamát, úgyis elég izgatott. De még ki sem fizette őket. Ezek a fickók nem dolgoznak ingyen. Igen, tudom, de akkor is próbálnia kell, ha fel akar lépni. Nagyon szépen köszönöm. Jók voltatok. Oké, én már kész vagyok. Kicsit lejjebb. Lejjebb. Most jó lesz. Vidd jobbra. Igen, igen. Jobbra. Még egy kicsit jobbra. Még, még. Állj. És most lejjebb. Még egy kicsit. Remek. Most a jó. Hát ez meg mi akart lenni, kisasszony? A gét próbáltam. Csak túl kicsi még a kezem. Biztosan van olyan gyakorlat, amitől nagyobb lesz. Ha nagyobb leszel, majd a kezed is megnő. Tudom jól, mami. De nem akarok olyan sokáig várni. Bírd ki addig. Iszol velem egy kis almanét? Köszönöm, nem. Még mindig ideges vagy? Ó, igen. Eléggé. Kislánykoromban mindig belopóztam a koncertekre, és elbújtam. A színfalak mögött azt játszottam, mintha én lennék az énekesnő. Néha még most is úgy érzem, nem lenne szabad színpadon állnom, mert valaki nyakon csíp és elvisz. Ha úgy énekelsz, mint ma, akkor nem. Honnan tudod? Te még a gét sem találod el. Kösz szépen. Milyen a színpadon, amikor látod azt a sok embert? Ugye ismered azt a bizsergő, mégis szorongató érzést, ami végigfut az emberen, ha csiklandozzák? Igen. Ugye ismered? Tudod, amikor az ujjak nagyon lassan, félelmetesen elindulnak, és egyre közelednek... Na, nem kell megmutatni! De igen. Izgató és szorongató egyszerre. Jó érzés, de félsz is. Hé, mit csináltok? Nem kéne már indulnunk? Csak megmutattam neki, hogy milyen a színpadon. Menjünk. Ma még szeretnék egy kicsit gyakorolni. 5 perc múlva találkozunk. Remek. Addig összeszedjük magunkat. Jaj, de jó. Én veszem fel.
Halló? Beszélges velem. Olyan magányos vagyok. Papa, hol vagy most? Mit csinálsz? Valami izgalmasat? Meghiszem azt. Hiányoztál reggel? Tudom, te is hiányoztál. Mami nem keltett fel, mert tegnap sokáig korcsolyáztam. Ide figyelj! Megszabadulok Doug-tól és te leszel a társam. Csak a napi $100 fizet, plusz a költségeket. Puszilak, papa. Én még beszélgetnék veled. De látom, ha nem adom át a mamának, mindjárt ráveti magát a telefonra. Jól van. Este látjuk egymást. Akkor jó. Szia, papa. Szeretlek. Szia. Lecsaptál a telefonra? Mit csináljak, ha mostanában már csak telefonon beszélgethetek a férjemmel? Ne mondd. Akkor ma este mindent bepótolunk, jó? És mikorra várható ez a nagy találkozás? Most még van itt egy kis dolgom, de amint lehet, sietek haza, szívem. Úgy örülnék, ha ezeket a szerkentjüket csak terveznéd és nem alkalmaznád. Tudod, hogy féltelek. Nincs miért aggódnod. Most próbáljuk ki a lézeres készüléket. Most már mennem kell, csókollak. Én is téged. Szia. Este találkozunk. Szia. Készen vagy? Mehetünk.